Mara yo cheta. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát most nézzük ezt a gyönyörűséges módpakot, amit az Unorbi kollégánk megosztott FS Portál oldalon, illetve mindenhol, de FS Portál látta meg először. Na, nézzük hányan vagyunk. Fel a kezeket. Hatan, jól van. Na, akkor hát kezdjük is. Hol kezdjük? Osztok egy képernyőt. Pozíció, tessék, láttok mindent. Tehát akkor, ha nézzük úgy, hogy FS Portálon ugye fenn van ez. De az egész onnan indult, korábban a Varlok nemű kollégánk ugye csinált egy hirdetést ennek a módnak. Ez történt szeptember 17-én. Amit én már akkor még mindig nem értem, hogy a... Jó, most nem Szabit kritizáljuk. Ő megcsinálta a kérésre, kész, ennyi. A videóval nincsen semmi probléma. Tehát ő behíreztelte, hogy lesz ez az RZ 1,5-ös és 3 méteres, amik ugye tudnak fövet vágni, illetve tudnak ugye a Stable Kultivátor által létrehozott lehetőségeket kihasználva ilyen szárzúzást végezni. Na most ebből ezt a módot sikerült megosztaniuk, ahol leírás szerint kétféle kivitel van, kaszálós és szárzúzó, két típus, ugye a másfél és a 3 méteres, mosható, tiszta loggal rendelkezik, illetve szükséges hozzá a Stable Kultivátor, elnézést, még mindig nem tudok angolul, hogy hogyan kell kiejteni. Na, szóval most, hogy ezt tudjuk, megnézem a kommenteket. Sziasztok! Drága Norbert újabb alkotmánya. Így van. Na, halkítok ezen a zenémmel már meghűlök tőle. Na, akkor nézzük meg farmingba ezt a módot. Ugye lecsekkoljuk, hogy biztos benn van-e. Oké. Természetesen nem csomagoltam ki a módot, nem nyúltam hozzá. Amikor letöltöttem, akkor ide beleraktam. Ugye a Stable Kultivátor is valahol itt van, most nem akartam kivenni a többi módomat. Itt van a Stable Kultivátor, és valahol benn van itt az RZ pak is. Szeptember 28, 18 óra 1 perces. Akkor töltöttem le, de itt ugye benn vannak az eredeti fájlok augusztusi dátumokkal. Tehát én nem nyúltam hozzá. Szóval, így tekintsünk a módosításra. Szerintem csináljunk egy új mentést. Jó lesz ott. Tehát új gazda. Itt. Csak ezt a kettő módot fogjuk hozzá használni. A Stable Kultivátort, illetve az RZ Mover pakkot, mert hát ugye ez a neve. Közben nézzük rá a csetre. Üdvözöllek Kálmán, te is megjöttél. Petya is megjött, jól van. Szia Bence. Az egyelőre ugyanott tart. Ja, nem, azóta már próbálkoztam vele. A rugót megcsináltam működőképesre. Na. Ezzel a gyönyörűség, de várjál, nagyon fura gyerekek, nem kormánnyal vagyok. Már nyújtom a kormányért ide. Gyorsan elugrunk a boltba, most ez lesz a tesztelő alanyunk. Közben elintézzük, hogy legyen pénzünk tesztelni, legyen hol tesztelni. És set 31-re rakunk Veadból 8-asat. Nem, akkor 9-es kell. Oké. Na. Akkor nézzük, hol találjuk őket. Hát talán egy évben? Nem. Mivel Mover pak, ezért gondolom kasszáknál. Így van, na. Kasszáknál. Találunk 4 darabot. Hello, guten Tag, liebe Freunde.
Guten Tag, Omen Gévi, téged is üdvözöllek. Na, tehát kapunk 4-et. Van egy RZ másfél. Miért mindegyik ugyanannyi az ára? Még a lóerőigénye is ugyanannyi. Még jó, hogy a szélességet amúgy legalább átírták. Na mindegy, nézzük akkor. Szín. Kék és szürke. Vagy fehér. Kálmán, te mi a jó Isten csináltál már megint? Ja, csak a lóri jól van. Oké. Jó. Vegyük meg pirosba, nekem az a kedvencem. Nézzük meg közelebbről is. Tehát itt van rajta egy ilyen láncszett, ami azt hiszem, hogy fix. Van itt hátul egy ilyen kerék. Ez komponentálva? Komponentálva megoldva, így van. Aztán... Jó. Oké, hát... Nem, nincsen túl spilázva a modell. Emeljük föl. Nézzük meg alulról. Húha, ekkora kardántengely, mekkora ez, bazd meg. Aha. Nagyon szép kése van amúgy. Ez igazi minőségi. Remek. Na. Akkor. Hol van TLT kivezetése? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Elvileg ott abban a kis valamibe. Ott a, az a négyzet fogadja be a TLT-t. Miért fordítva mozog? Tehát ennek most a másik irányba kéne mennie a tehetetlenség miatt. Jó, ezt írjuk a játék sarára. Mi ez amúgy? Kaszálógép. Ez egy kaszálógép. Akkor kapcsoljuk be ezt a kaszálógépet, és kaszáljuk le a gyomokat. Így gyönyörű, nagyon gyönyörű. Szóval, most van egy fükaszánk, ami után ugyanúgy ott marad a fű. Csodálatos. Ja, próbáljuk ki a... Dönti? Dönti a növényeket, jól van. Jól van, jól van. Eddig jó. Oké. De... mit csinál ez, hogyha rávisszük a... földre? Semmit. Érdekes. Jól van. Oké, tehát akkor ez csak füvet tud vágni. Nézzük meg, mi is ez pontosan. Koszolódik egyébként, koszolódik, azért az látszik, remek. Ez pontosan egy Lizard RZ 1,5. Remek. Akkor van nekünk egy Lizard RZ 3 kultunk. De miért Lizard? Miért Lizard márkáról beszélünk, amikor úgy tudtam, hogy ez nem Mothuban van. Ennek RZ a márkája. Azt hiszem, nem tudom pontosan. RZ. Ja, ez nem függ a fel, bocsánat. RZ 3 szárzúzó. Szerintem ennek... TZK4 után. Szárzúzó RZ3. Nem tudom. Szerintem ennek nem az a márkája, hogy RZ. Érdekes, érdekes. Vagy mezőgép, igen, na. Ha eredeti, de ennek egynek se nagyon van közel az eredetihez. Jól van. Jó, akkor mezőgép. Na, RZ, akkor az előbb vettünk egy sima RZ 1,5-et, akkor most vegyünk egy kultivátorosat.
Ez színe nem változtatható, és ennek se, ennek változtatható. Érdekes. Na, nézzük. Na, nézzük meg közelebbről. Szóval, alapvetően egy keréken van rajta, ahol a tenger kicsit el van csúszva, érdekes. Ugyanez a... Hát majdnem ugyanez a penge található meg rajta, csak itt egy fokkal szarabb. Igen. Akkor ugyanazok a... Ezek a... Csonkok. Szökhajtások találhatók meg. Jól van, Kálmán, jól van. És akkor... Ezek a kardának kíváncsi vagyok, mozognak-e. Na itt is érdekes az áthajtás, na mindegy. Meg itt egy hidraulika. Oké. Jól van. Hát nézzük meg, mit tud. Remek, felakasztottuk. Mi mit akasztottunk fel? Mi mit akasztottunk fel? Ez nem egy szárzúzó? Kérem szépen. Ha ez egy szárzúzó, akkor miért talajlazító van odaírva bal felülre? Mindegy, jó, ezzel nem akadok fenn. Szóval a talajlazító gépet bekapcsoljuk. Elkezd forogni a... A két vízszintes penge. Igen, és most miért nem vágja a füvet? Engedjük le. De, ez hogy van? Aha! Elnézést. Akkor ezt fogjuk. Hogy mi a baj? Ja! Ó! Akkor jó volt ez így is? Aha! Jól van. Csinált egy... Aha. Hát itt van. Szevasz. A két kés merőleges egymásra? Hát... Szerint... Mi van? Hogyan lenne merőleges? Hát egymás mellett vannak. Ez a fene se látja. De amúgy... Nem értem, tehát... Miért... Föl akarunk ezzel szállni, vagy miért így áll ez a gyönyörűség? Érdekes. Én vonópadra raktam volna egyébként. De hát... Kinek mi? Hát nem értem, tehát... Így nem húz semmit, és így meg leengedjük, utána meg... Tehát igazából az eleje, az szinte semmit nem változik. A hátulját egy kicsit lejjebb rakjuk, és akkor már... Valami csoda történik? Vagy ez most mi? Érdekes. Hát jó, nem kötök bele a munkáját, elvégzi. Végül is. Na, nézzük akkor így menet közben, úgyhogy néz ki. De... Mi a jó Isten? Ezek miért forognak? Kardán jó esetben csak remeg, nem forog. Tehát most nézzük meg. A játékban lévő alapkardán gyönyörűen remeg, és utána ezek pedig átveszik a remegésből egy forgó mozgást. Ez miért jó? Értem, Lauri. Hát...
Ahhoz nem tudok hozzászólni. Na mindegy, folytassuk. Szóval elvégzi a dolgát végül is. Ezt a láncokat, ezeket meg lehetett volna egy kicsit oldani. Szebben is, a másikban nem látszódott így, hogy nincs ott. Érdekes, érdekes. Jól van. Oké. Tehát játék technikailag jónak tűnik, de mégse. Tehát miért kell egy gépnek így működnie, hogy kettőt kell megvenni ugyanahoz a munkához. Tehát ugye ennek valójában itt is most aznak a késnek itt vágni kéne a füvet, de nem vágja. De miért? Azért, mert ahhoz meg kell venni a másikat. Igazi logika. Szóval, most menjünk rá az én előmunkásságomra. Ugye én 17-ben ezt a módot úgy csináltam meg, hogy több verzió is volt ugye ebből a 3 méteresből, meg a másfelesből is. Tehát ez úgy működött ugye, amikor leraktam, akkor vagy nyírta a füvet, vagy pedig ezt a Stable Cultivatornak a cokmokját, ugye Chopper's Robot hozott létre a tárcsázás fölött. Hol kezdtük-e? Itt ugye Chopper's Robot hozott létre a tárcsázás fölött. Na most ezt ugye át is alakítottam úgy, hogy ne kelljen külön berakni, úgy, hogy közben ne akassza meg ugye a többi gép munkáját. Ne zavarja meg. Illetve ugyanezt ugye meg lehetett volna csinálni egy konfiguráción belül, és ha ez több színbe választható, ez miért nem választható több színbe? Ezek ilyen filozófiai kérdések, ezzel mindenki gondolkodjon el maga. Na, szóval, ingémileg, én nekem ez a véleményem, hogy ennek nem így kéne működnie. Meg ott meg a kerék, az meg fordítva repül, vagy nem tudom, de az legyen a játék hibája. A legnagyobb jó indulatomból. Na. Aztán akkor. Hoppá! Szóval ha ezt csak így a földre húzzuk random, akkor elkezd ugrálni? Jó, oké. Érdekes. Szóval erre rá tudunk rakolni raklapokat, de jó. Jó hosszú kardánya van még mindig, ezt mondom. Jól van. Remek. Mi volt a kérdés, fiúk? Játékban hány sornaprát viszel az RZ? Melyik a nagy vagy a kicsi? Igazad van, Norbi. Vagy milyen lehet, Peti? Nézzük napraforgóból mennyit visz. Hogy hívják a napraforgót angolul? Mindjárt kitalálom. Sunflower. Sunflower. 9. Na. De legyen 8, mert úgy látványosabb. Na, tehát. Egy, kettő, három, négy, öt sort. Meg a hatodikat döntögeti. Ja, ha kiszállok, akkor inaktív. Tehát ötöt visz, és a hatodikat döntögeti? Aha, látom. Ez egy kicsit idegesítő. Tehát tényleg most a közepébe belehúzom, akkor döntögeti? Szóval akkor azt mondod, hogy széles? Ez érdekes, nem tudom miért döntögeti. Érdekes. Hát attól függ, hogy olyan, tehát szerintem... Most mennyit visz? Egy, kettő... Hát ha így megyek, akkor visz... Négyet? Ötöt?
így négyet visz. Ugye? Egy, kettő, hát, ja, így négyet visz. Tehát az jó a szélessége. Nem, nem a kollózión széles. Tényleg. Munkás tudja kezelni? Munkás hogy fordul meg vele? Mögötte állok és megakadályozom. Ez igen. Tehát mögötte állok és én akadályozom őt. Hát ez érdekes. Nézzük, hogy fordul meg. Erre most kíváncsi vagyok. Ez csúnya volt. Hát azt a játékot kérdez. Nem tudom miért ide fordult vissza. Ez elég csúnya volt. Én azt mondom. Nézd meg, elmegyek és itt tíze jobbra-balra meg döntögeti a napraforgókat. Érdekes. Na. Részemről leteszteltem a módot. Esetleg a nézőknek volna még valami kívánság, hogy mit nézzünk meg? Köhöm, köhöm, ez még mi urak? Há, szia. A hásegítő csak há... Hát igen, a hásegítő az meg... Arról ne is beszéljünk. Repülni tud-e? Szerintem nem. Eddig még nem szálltam föl vele. Nézzük meg az 1,5-öst is? Jól van. Működik-e egyáltalán? De vegyük meg most kékbe. Mert zöld a traktorom. Hát, Bálint. Na. Nagyon pörög, nagyon pörög. Hát igen, itt főként a traktort... Ah, várjál, a kontrollest meg kell nyomni. Tehát itt főként ez nagy a traktor. Na várjál, küldjük bele a susnyásba. Tolassak vele? Meddig tolassak? Ja, a H betű nem tapos, az úgy jobban látványosabb a dolog. Ja, értem mit mondasz. Tehát, hogy tolatva működik-e a szárzúzó technológia? Aha. Működik. Na, így, há. Ez hogy fordul meg? Ez igazából ugyanúgy fordul meg, mint a 3 méteres, csak ennél lehet így megfordulni. 3 méteresnél meg nem. Anyád, ez miért hagy ki egy sort? Az a nem mindegy, gyerekek. Hm.
Jó ötlet volt, hogy nézzük meg ezt a izét. Hámunkást, mert vannak itt bajok. Ez négy sort visz? Ja! Leviszi ugyanúgy a négy sort, mint a három méteres. A másik meg három sort visz munkásba. Érdekes. Nézzük meg, hová áll vissza. Nézd meg. Most már csak hármat visz. Hát most hármat visz, de úgy, hogy ugye azon a másfél méteren kívül van. Hát igen. 1,5, de a 75 az... Az, akárhogy számolom, kettőnél többször nincs benne. Jól van, na. Mindegy, ne húzzuk az időt, térjünk rá a lényegre. Hát pont kétszer fér bele. Na, akkor térjünk rá a lényegre. Ami engem egy kicsit, hogy mondjam, erre következtetett, hogy én ezt nézzem meg. Szóval, ugye, mi szerint ezt Deröcsi, Kisgazsi 97 és Unorbi készítették. Na most, én megnéztem, vagy hát most megnézzük ki, ez a Kisgazi 97, mire fogja ezt, hogy Erzé? FS 17, mondjuk, mert ezek nem 19-es modellek. Erzé Movers Pack. Most mindenhol az ő nevét fogja előadni. Mindegy, tehát róla nem találtunk semmit. Mindjárt a Deröcsinek megvan. Hát jöjjön ide a live-ba, aztán mondja. Na, tehát megtaláltam ezt. Ami benne van a készítők között, hogy ő is csinálta. Ez szép és jó. De nem tudom, hogy ő most a három méteres csinálta, vagy a másfeleset. Mert akkor szerintem a Kisgazsi csinálta a másfeleset, ő pedig a három métereset, és a Norbert barátunk ezt építette át a 19-be. Na de! Itt jön a csavar. Csomagoljuk csak szépen ki. Szóval. Itt az RZ3. És az RZ3 kult. Mi a különbség a kettő között? Tehát mindegyik, egy 770 és egy 780, valami különbség kell legyen, hogyha különbözőek a shapes file-ok, de mi a különbség a kettő között gyakorlatilag? Csükjük be a fölösleges ablakokat, ezekre most nincs szükség. Egy expand all-lal hasonlítsuk össze. Én nem látok különbséget. Itte. De hogy azt is elkerüljük, itt, hogyha teljesen tetejére fölmegyek, bal, hidrólik, axis, erzévaz, ugyanaz, vertexre pontosan ugyanaz, mondjuk a legaljára, de akkor már sokat mentünk, de akkor az erzévaz csukjuk be. És mi a különbség a kettő között? Az effekt. Az effektben van különbség. Érdekes. Szia Dodo, üdvözlöm meg. Megjelenik itt a Norbert, akkor szembefut valósággal, hogy mi a francot eszkabált össze. Őszintén kit érdekel, mi lesz, bántani fog? Anya, bántaná. Ez tetszett, Lauri. P
Pillanat, elküldöm a live-ot egy ismerősömnek. Na, szóval, arra akarok kiukadni, hogy miért kell egy ilyen kicsi apróság miatt, hogy más az FX benne. Igazából semmi különbség, tehát a smoke emitter az ugyanaz. Itt van egy mover, itt meg helyette egy transformer. Ez a mover, ez most micsoda? Ennyi. Hogy itt van egy ilyen valami, amit egy konfiguráción belül ki lehet vizuállal venni. De ezzel is kisebb lehetne a mód, hogy nem kell belefelesleges i3D-t használni. Egy i3D-be belefért volna az egész, és akkor igazából még ha nem is akarja külön az XML-eket, tehát hogyha még külön XML-t akar használni, akkor is elég lenne egy 3D. Nézzünk bele. Slayer low. Miért van benne egy üres ott a joint race? Jó, nem szólok bele, lehet, hogy ez szükséges. A aux... auxi... ez mi? Kajak, ez micsoda? Így kellett a Black Cultivatort megadni? Nem is tudtam. Melyik egy nyitottam meg? Nem. Ez mi? Nem is láttam, gyerekek. Nézzük meg a kultot. Abban is benne van? Nem, abban nincsen. Ja, már tudom mi ez. Ez a, ahogy kiengedje a hátul a cuccot. De az, meg az itt is ugye megvan a drop effect. A transformer pótolta az effekt hiányát, lusta volt innen, hát látod. Foldable animation. De... ja, ez a izé, a kerék. Mhm. Foliage blending. Most ha kiszámolom, elvileg ez egy 3 méteres cucc. Akkor miért 5 méter szélesen kell benne a dolgokat szedni? Illetve nem találom benne a V-arablet. Tehát nem, törik. Amit igazából már rég leszűrhettünk volna. Mivel a Shared mappában vannak ilyen cuccok, amik nem tudom miért vannak itt. Mert ezt a játékba kéne kivenni. Mik ezek a textúrák, gyerekek? Mi az, hogy van diffuse textúra 19-ben? Hát kikérem magamnak. Jó, most nem azzal van a probléma, de... na. Most ha már átrakok valamit, akkor próbáljam meg átrakni rendesen. Jó, de ez legyen a legnagyobb probléma, hogy diffuse textúra van használva. Most a bemkötök mod, de ezt mit írnak? Derőcsi kisgazsi unorbi. Erzém overpack. Ennyi. Jó van, így se tudtunk meg többet. Nézzük az Erzé 1,5-öt. 3 komponensből áll. Mi az a 3 komponens? De miért engedi fel ilyen módok? Nem használ VR-t, akkor miért engedte egyetlen? Hát... ha, én ezt nem tudom hova tenni. Tehát most... hol van a... hol van a harmadik? Gyerekek, mi fasz van? Miért van 3 komponent egy jointtal? Van baj, és nem tudom, hogy miért nem ír lelálog ott a játék. Ez nagyon érdekes. A sima R15-ben? Piros, kék, szürke, baszki. Ezek miért így vannak ide írva? Tudod miért így vannak ide írva? Ugye megmutattam. Azért vannak így ide írva. Mert... azért vannak így ideírva...
Mert amikor én csináltam, akkor nem tudtam, hogy hogyan kell. Azért van úgy odaírva, mert én csináltam. És most akkor hol a nevem a módból? Könyörgöm. Tehát az én balfasságom van ott, és... És... Értitek? Na. Tehát az én bal... És tehát a saját balfasságomat felismerem, mert tudom, hogy elbasztam. Mert nem volt elég tudásom akkor ehhez. És ezt sem bírja kijavítani. Nem tudom, hogy mivel némítottam magam le egy időre. A lényeget lehetett hallani, hogy... Hogy ez a piros, kék, szürke felirat? Norbi annyit adott hozzá, hogy a munkád meddösította a kettes számotnak beleírta a nevét. A kamera a harmadik komponens, de az nem always kamera. Szerintem. Ja, oké, na hát akkor lényeget hallottátok, hogy... Hogy amit én csináltam még 17-ben, ide ezt a piros, kék, szürke feliratot, és ugye nem így adtam meg. Ezt ő ugyanúgy beleírta. Ugyanúgy. A modell az nem tudom, hogy miért nem az enyém, hogy ez honnan jött. De viszont most kapaszkodjatok meg. Akkor is ez az én. Én munkám. Jó, oké. Rendben. Én elhiszem. Akkor mutassunk egy nagyobb problémát. Tehát nézzük akkor az RZ3-at. Tudjátok, hogy az RZ3-nak miért nincsen színváltos verziója? Mert 17-ben én nem csináltam meg színváltósra. Azért nincsen színváltós verziója, mert nem volt megcsinálva. Én általam. Itt van az RZ3. Van az RZ3 2016. Az RZ3 Old. Meg az RZ3 Only Red. Ugye több verzió volt. A sima RZ3-ba tartozott kettő. Abba ugye egyesítve volt az Old a 2016-tal. Ebben meg csak a piros volt. Tehát igazából most elég nekünk nézni az Oldot és a 2016-ot. 2016 az egy kék színű. Jobbásból jelest érdemel, hát igen. Na. Ja, másikkal kell megnyitni. 710-val. Szóval, ez az RZ3, amit én csináltam, ugye? Ez alapvetően egy ilyen kék színű tucc lett, ilyen kék-fekete, vonópaddal ellátva, ez ilyen megoldás volt. És ugye a vonópad az fixen tartotta ezt, és a hátuljával, meg ugye ezzel az orsós megoldással, ugye ezen egy orsó van, ugye nem hidraulika, azzal ugye fixre állítottuk, és akkor úgy volt, ahogy van. A kerekeket pedig kívülről belettek valamivel csinálva, vagy miért nincsenek kerekei? Ja, azért. Na, szóval ez volt a 2016-os, illetve volt az Old, ami valahonnan ismerős, nem gondoljátok? Oké, még ha ez nem is ismerős, ugye ez nem került, ezt megpróbáltam feltölteni ModHub-ra, de nem fogadták el. Ezért átállítottam ModHub-osra, ModHub munkadó néven töltöttem fel ModHub-ra, illetve küldtem át Norbert barátunknak is. De meg még egy pár embernek, aki úgy, nem tudom kinek, nem tudom mikor. Amiben ugye ilyen textúrát csináltam neki.
Ez a textúra valahonnan ismerős, nem gondoljátok? Én tudom, hogy honnan ismerős. A mocmappámba, a 19-es erzépakban van hasonló textúra. június 15. Akkor ez honnan van? Tudod, honnan van? Innen. Motubról. Voilà. Mert ugye ezt nem én csináltam. 2018. augusztus... Na várjál, akkor most már valami nagyobb keverés van. 2018. augusztus 9... szóval rakjuk egymás mellé. Tehát akkor. Ez lesz a mothubos derecsi. Ez a mothubos derecsi féle műszer textúráját, ha nézzük. Nézhetjük így is, és akkor létrehozás dátumával. Nem, módosítás dátuma kell. Készítés dátuma. Nincs megadva. Jó. Tehát van egy ilyenünk. Illetve ez az enyém. Ezt is meg tudjuk így nézni. Módosítás dátumával. Ezek a dátumok valamiért percre pontosan ugyanazok. Ezt eddig nem tudtam, de a Derecsi egy-egybe az én módomat rakta fel Mothubra. Amit most Norbi felhasznált a 19-es módhoz a Derecsi nevével, ami valójában az enyém. De ha ez nem elég, akkor megmutathatom i3D-be is. Egymás mellé rakva ugye a kettőt. Még egyszer tisztázzuk, a bal oldali a derecsi féle, a jobb oldali az enyém. Szóval. Expand all. Expand all. Az utolsó elemig ugyanaz. És nem tudom, miért nem az enyém van elfogadva. Nem tudom. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. Mert ugye ezt elfelejtettem. Ugye ezt már én alakítottam át ilyen kardántengés megoldásra. Érdekes. Na várjatok. Közben eszembe jutott valami. Hogy... Nézzük meg ezt az erzét, hol van? Amit én csináltam. Most van egy olyan rossz érzésem, hogy én is hülyeséget beszéltem nektek. Lehet, hogy ez így nem teljesen igaz. Aha. Baszki, most beégtem. Igen, ez most már így emlékszek, amikor ezt letöltöttem, akkor az úgy volt, hogy ezt letöltöttem, és ebbe is beleraktuk az én általam megcsinált skripteket. Mert ugye ez az én modellem elvileg. Tehát ez az én modellem, amiben ilyen csavarósós megoldás van.
és hogy itt ugye vannak itt ilyen összekötött cuccok. Elvileg ez az enyém, ahol vannak ilyen csavarósós, meg mindenféle hülyeségek, tehát itt ugye jobban ki van dolgozva, úgy emlékszek, ez az enyém. És a Norbi nem ezt használta? Huha. Ez most így ciki? Semmi köze? Igen, Boti. Jó, akkor lehet ezt a részét visszaszívom, hogy az enyémet rakta ki az öcsike, mert amúgy ez... Az nem az enyém. Most így eszembe jut. Jó, hát akkor ez egy kicsit... Igen, mert ez tényleg ugyanaz, mert... Stable Cultivator scriptet beleraktam ebbe a gépbe is. Ebbe. Csak ugye ennek kicsit valahogy gyengébb a modellezése, meg itt ilyen hidrulika van. Jó, oké. Aláírom, most hibáztam. Jolly, what is the problem? A probléma az, mert az erzé ugyan Dörőcsi munkája. Igen, Peti, közben rájöttem, hogy az erzét, azt ő csinálta. Jó, oké, akkor most a Dörőcsit vegyük ki a probléma részéből. Ezt egy kicsit benéztem. Csak mert rajta volt a gépemen, és én azt hittem, az enyém. Oké, de akkor nem. Akkor őt kiveszik a problémából. De alapvetően újra felvetem a kérdést, hogy akkor... Akkor is, az... Ha már az én XML-em alapján rakta, tehát a Nordica ezt a szart... Szóval ezt a szart átrakta az én ingémemmel. Akkor honnan van az 1,5-ösnek a modellje? Ha az nem az enyém. FS 17 RZ 1,5. Mert legjobb tudtommal én csináltam csak. De ennek meg egy kicsit már... Baby, tudod modellezni saját részt? Baszki. Ezt nézzük már vissza. Hol az 1,5-ös? RZ 15. De ő módját lopta Norbi 17-ből és eltart 19-be. Ja, azt vágom. Várjál. RZ 1,5. Window. Material editing. Na, majd most meg rosszan nyitottam meg megint. Na szóval. Ez most már megint a kokié. Mert én most már belekeveredtem. Tehát ez nem az enyém? Elvileg. De, akkor hogy lehet az én ingémmel van mégis? Ha? Ezt rakj össze, mert van nekem valaki? Esetleg a Norbi? Na, modok. Legújabb verziós modok. FS 17, RZ 15. Még a neve is ugyanaz. RZ 15. Jó, nem abba akarom megnyitni, na. Bemásolta. Jó. Most egyébként én is most vetem fel ezeket az ötleteket és nézem össze. Mert ugye én egy kicsit máshogy oldottam meg, kicsit reálisabbra, meg tömzsibre csináltam ezt a részét. Egy dő. Meg van csonk. Érted? Azt forgónak hívják, itt meg kettő résznek. Forduló, transform, kerék. Tehát valahogy más a modell. Az a lánc amúgy nagyon kellett oda előre. Mhm.
Érdekes. Nem tudom, mi a különbség. Nem tudom, az a modell honnan van. Ez se az én modellem. De az ingame az... Az se teljesen. Aha. Work. Start. Én egy kicsit leegyszerűsítettem, aha. Jó, hát nem tudom, hogy amúgy ez a része miért. Rosszabb, mint egy kirakós. Hát, az az. Szóval... Attól függetlenül, hogy... Hogy nem az én modellem, mint most már belenyugodtam, szerencsére, mert az enyém az ennél rosszabb, mint amit itt láthatunk modellek, szerintem, azzal a tudásommal. Szerintem ez ingémileg valamiért, ha már az én ingémemet használta, akkor megoldhatta volna normálisan. Mert ebbe ugye úgy nézett ki, hogy vehicle type konfiguráció. Itt van! Ezt kellett volna átmásolnia. És kész. Ha már ezt sort át tudta másolni, akkor ezt miért nem? Én csak ennyit nem értek. Meg két work area-t belerakni. Hát, ja. Csinált már olyat. Szerintem. Vagy akkor vizsgáljuk konkrétan az unorbi jelenséget? Ja, PGDNA modding. Vagy PNG, vagy PN... Így tudom én, mi a neved. PDGNA modding. Úgy bírom úgy a keresőrendszerét ennek a szarnak. Hogy lehet keresni gépeket? Szia Marci, üdvözöllek! Oké. Okay. Jó, akkor hol tudjuk megtalálni a Norbinak a modjait? Mi? Raktak Cybertruckot a... Mit? Cybertruckot a farmingba beszarok. Jó, most nem az a lényeg, na. Nézd már meg, ez már mennyivel jobb. Nem visszatérve. Nem fogok erzét csinálni még mielőtt valaki megkérdezi. Na. Már az FS portál sem akar működni. Tehát előbb néztük meg. Ez micsoda? Beszartam volna egy PGDNA modding. Farming 19. Traktor a kombájnokat biztos nem osztott meg. Átrakóhoz volt köze? Na, nem tudom, segítsetek, mit találok? Próbáld meg úgy beírni Unorb, de nem, nem Unorbi csinálta. Ja, de igen, odaírta a nevét. Ja, igen, mert itt nem cserélte le a nevét, csak a feltöltőknél, mert ugye letiltották az akkontját. Oké, köszi, így már megvannak. Szóval, ez mi? Unorbi kisgazsi. Ehhez is volt egy gyönyörű reklám, ezt se töltöttem még le. Adjunk neki plusz egy letöltést, hogy örüljön a fejének. Hmm. 189-es pak. Érdekes ez is. Különböző megjelenés, orsúly konfig, egyebek. Szerinted az orsúly konfigba változik a tömeg is? Nézzük meg.
He? Mi a jó Isten? Ez a Seed féle? Vicces vagy, Peti. Jó, azt meg se nézem. Mi a pakkot meg merjem nézni? Mi ez a CR10.90? Ezen mit csinált a Norbi? Variálható kerék. Istenem. Jó, moc. Mégse. Moc. Meg itt is. Oké. Akkor megyünk újra. Na, mindjárt betölt. Megint új mentést indítunk, nehogy bele lehessen kötni, be, semmibe. Jó, akkor mit töltöttünk le most? A fiatal grip pakkot, hogy megnézzük a súly konfigurációt, működik-e, illetve a huniper pakkot. Huniper pakkot. Szól még? Szól, itt minden működik, nagyon jó. Remek. Na. Akkor hol is kezdjük? A boltban mondjuk. GS cheat money, és akkor növényvédelem. Mi a különbség? Sorválasztó lap van. Ó. Oh. Aha. Jó menő. Jó lesz a laposvas. Maradjunk a zöld pirosnál, az olyan szimpi. Ez a 3018, és van a... az egy tengelyel. Ugye ezt a Nordbert még be nem akarta megcsináltatni. Ja, elfelejtettük, hogy legyen a favorit. Ez lesz most a favorit. Szia, Viktor! De alapvetően... most mi a különbség? Ja, hogy itt ez tök más, vagy van megoldva? Aha. Érdekes. Azt hiszem, hogy a matrica van rajta. Ugye nem mondod, de oké, remek. Jól van, igen. Na, legalább van rajta áram. Remek. HKG herceg halom. Oké. Töltjük föl. Igazából a kettő ugyanaz, csak kicsit más. Most nem fogom mind a kettőt kipróbálni. Gyomírtó. Szóljunk egy kis gyomírtót. Föl lehet tölteni? Föl lehet tölteni. Akkor nyissuk ki. Lol, és még ez is működik. Hát beszarás. Most ez így, ja, na. Ja, hogy... na várjál. Most ugye ez az, amire gondolok? Ti is láttátok? Na most figyelj. Anyad? Hát van baj. Oh, Istenem. Hát akkor legalább ezzel könnyű közlekedni. GS cheat. Ja, GS Buell Funland. De ezzel meg nem azt
És egy herbicide nulla. Oké, és átérjük fertilizerre. Liquid fertilizer, kérjön liquid fertilizer. Oké. Szóval GS set field fluid veat nulla. Szóval a 31-esbe veatot 1-es szinten, utána a field groundot pedig a 31-esen cultivatorra. Ja, de jó, így várja. Nincs test a permetező karjának. Ja, látom. Aha, jó, hát elég jónak tűnik. 18-al lehet vele veretni, szerintem kicsit sok. De én elhiszem Norbinak. Nézzük meg. Automatika mit csinál? Igen, leállítja. De balra kanyarodj el, légy szíves, jó. Nem tolat vele, ha tudja, hogy nem szabad. Jól van, annyira nem szar. Itt a hál működik. Na, viszont ami jobban érdekelt minket, ez a traktoren, mert hát ugye Norbi traktorokhoz is hozzányúlt. Na, mi van hozzá? Konfiguráció. Vov. Várjál, itt már nagy ugrások voltak. Szerintem valamit csinál. Meg ki kell csomagolni, megnézni, hogy pontosan mit csinál. Mi volt ez a traktor, gyereket? Kisközi segített benne. Lehet azért véletlenül lett jó neki. Jó, hát én nem szeretnék belemenni ilyen részletekbe. Biztos mindent a Norbi csinálta, mert ott a neve. Ja, Fiatagri, ugye itt volt? Remek, akkor mondjuk egy 180-as nézzünk. Configuration. Mi ez a params? Aha, szóval így rakja össze. Front loader kell nézni. Itt van, látjátok? És tud ilyet a Norbi, beszarok. Nem tudom honnan, de tud. Jó van. Kellemes csalódás. Éppen a minap egy ugyanilyet szedtünk szét egyébként. Motorhibás volt. Mondjuk indokolatlannak érzem a keskeny gumikat, de oké. Okay. Hol vannak benne? Ja, van benne kerék, ugye? Ma azt hittem nincsen. Csak mi pirosat szedtünk szét, ilyen pirosat. Mi a különbségek között nem is? Anyad, nem is adja vissza a képen, mire jövő pirosat. Ja, de jövő vissza, egy jó. Nem tűnik halálszarnak amúgy. Egy kicsit. Erdészeti? Nem gyenge. Hydraulic position. Annyit erősített ide hidrolika van rajta. Beszarok. Nagyon menő. Hát figyelj, én nem tudom, ide az van írva, hogy Attention Exodus Model by Pepe, hey, de, itt van. Derivate Works 4.0 International Oracle Server.
Modezve is benne van a Pepe. Tehát a Norbinak csak az számít készítőnek, aki a modell csinálta. Érdekes. Na nézzük tovább a módjait. IFA V50. Ebbe is. Hol a nevem? Hol van az én kibaszott nevem? Mert szerintem ennek is a hol vannak a felépítmények? Tehát az IFA-nak a... Ez az összes felépítmény, amit itt látsz. A KCR-en kívül, nem tudom a KCR-t, ezt honnan lapátolta össze. A KCR-en kívül az összes felépítményt én raktam rendbe 17-be. Tehát rendes ingémet adtam neki, utána már nem volt nehéz átrakni. De valahogy szerintem onnan is kifejtettem ott, de ezből vagy csak nem fér ki a nevem, ezt mindjárt megnézzük. Ja, egy az egybe. Itt benne nevem. Érdekes, érdekes. nézzünk meg egy random Agroméra. Agroméra szürke. Agroméra szürke. Tipping left, right, van itt minden. Jó, hát most ezt nem fogom megkeresem a gépemen, gyerekek. Egyébként arra kíváncsi lennék, hogy ezeket kihasználja. Mert mindig annyira mondja, hogy olyan nagy igény van rá, meg minden, de... Azért kíváncsi lennék, hogy ki az, aki azon túl, hogy letölti, röhög rajta három sort. De komoly, hallod, csinált neki így 3D mappingot. Letöltések van, ugye? Nyissuk ki. Kíváncsi vagyok. De hogy még időbe telik, aki kicsomagolja is. Na, itt Detk például. Detk. Miért így van benne? IFA. KCR. Kertitox Global. Mivel ilyenek vannak benne, látod? Oké, hogy én ezt 17-ben nem raktam rendbe, de... Ezeket már... ezeket is én izé... Szerintem ezeket már én csináltam. Nem vagyok benne biztos. SF5. Arra is emlékszik. De ezek hol vannak? I3D-be. Vagy ezek lennének azok? Ja, ez az. Felpropel a spray. Nézzük meg. Gémeghajtó. Modok. Miért keresünk rá, hogy legújabb verziós modok. Ide lett minden ilyen félig kész módon berakva. IFA V50, FAK V2. Ennek mi a neve? V50 FAK. Jó. Az hány mega volt akkor? Mindjárt kiderül. 129. Na. Van benne alali, plató, IF12, rozsda, mert ugye én mappákba raktam szét. Script. Jó, oké. Akkor modifi. Jó, oké. Nézzük, mi van itt. Alapvetően van egy plató. Nézzük meg akkor a Detk XML-ét. Itt is nézzük meg a Detk XML-ét. Hol van? Zöld, kék, sárga. Hol a det? Piros, barna, sárga, KCR, Kertitox Global elnökék, Agroméra, KCR. Ez micsoda?
Na várj, most már megint keverem a szezont a fazonnal. Itt ezt 19-ben nyissuk meg. Tehát, Norbert barátunk ezt most úgy oldotta meg, hogy... Aha. Ez nem az. Érdekes. Nem tudom honnan, de valahonnan volt neki. Ide is egy másik modell. Érdekes. Komolyan itt összehasonlítva. Keresünk az enyémbe valamilyen hülyeséget, amit csak én csinálhattam. Például a workerre után rakom az AI-t. Animation. Per fill unit. Ja. Itt lehet, hogy van egy kis önálló munka benne, vagy nem tudom. Ja, mert most nem ilyen felakaszthatósra csinált meg semmit, hanem mindent rendesen külön megcsinált. Aha, érdekes. Jól van, majd elfogyja a hely, aztán akkor újra kitörlek pár dolgot. Jól van. Akkor lehet, hogy nincsen köze ennek az ifapaknak az én nevemhez. Egyébként örülök neki, hogy nincsen benne a nevem ezekbe a módokba. Félre ne értsetek. Szerintem ezt is éjjel raktam át. Róla ebbe ott a nevembe szarok. Ebbe is ott van. Ezt is. Hát, ezt én animáltam be, ezt a szarpót kicsit. If a V50 pak. Vagy ez lenne az a pak, amit én csináltam? Kézi hátárcsa. Erre nem tudok hivatkozni, de nem emlékszem. Gyerekek, hát van itt baj, baj, van itt baj, van itt baj. Gabona tároló, szállító pak. Itt is kire csinált egy hunipert egyszer. Ezt is én, jó van ott a nevem. Vegyszerlő készítő pak. Na, még szép, hogy legalább odaírta. Ja, ezeket a szarokat megosztott. Szerintem erről se kérdezett meg amúgy. Nem emlékszek rá, hogy kérdezte volna, hogy ezeket megoszthatja-e. De akkor legalább megoszthatta volna hasonlóan. Hasonló kariberrel, mint ahogy volt az előző játékban, mindegy. Tizenöt szintű? Nem színű? Hát, ez ilyen gyerekek. Há? Mindegy. Zeke is. Csak át kell rakni. Vagy ez egy 3-4 kattintás sátorra fel neki minden. Hát ez nem volt nagy valami örömőség. Ja, és meg már 17-ben vagyunk. Ezt is én csináltam meg neki. Hogy normálisan működjön ott lenne a kerék. Jó van. Nevem? Nincs ott. Jó van. Geri. Jó van, kicsit eltértünk a tártól, szóval ez lett volna az én kérdésem, hogy hol az én nevem.
ami engem nem zavar, nincs ott, mert szarhoz nem szeretném adni a nevem. Mert ez az. 19-be az. 17-be még egy nekem. De ebbe a 19-be... Oké. A textúra ne egye a gépüket. Most ezt mire mondod? Ja, értem! Nagyon jó textúrákat használ 19. Ja, oké, most már értem, nem olvastam végig a beszélgetést. Ja, szóval hát ez ilyen. Szar. Úgyhogy szerintem amúgy ebből épp elég volt. Már kiégtem. Még esetleg fórumra megfogalmazhatunk valami építő kritikát Norbert barátunknak. Ha még valaki nem tette meg. Én az lusta vagyok. Szóval... legyen ez a hosszú live tanulság ennek az egésznek, hogy... hogy Norbert barátunk az nem azt csinálja, amit... amit leír. Nem ő csinálja a dolgokat. Oké, ott van másik két embernek a neve, de az azért van ott, hogy kitől lopta. Igazából. Régebben még azért megkérdezgette az embereket, de... engem nem kérdezett meg, hogy átrakhatja és megoszthatja azokat a munkagépeket, amiket elvileg közösen csináltunk. Tőlem kérlek szépen először is világvége várható. Aztán van egy privát módom, azt befejezem, meg utána még egy-két dolgot. Sokkoló rencsodrót szeretném először befejezni, és akkor szeretném elkezdeni a ZMAN-nek a felépítményét, ami a vasonzóhoz fog hasonlítani. Majd később egy olyan háromtengelyes alvázat csinálni, amire rá tudjuk rakni azt a gabonás felépítményt, illetve bálázas felépítményt, esetleg tartály felépítményt is ilyen háromtengelyesre. Eszembe jutott még olyan dolog is, hogy megnézem, mi folyik most fórumon. Jól van. Ja, meg ugye a... várjatok, addig leveszem a képet. Szóval a... ma van? Leszebb leben, nem. De nem tudom miért kék színű. Ugye van ez, a handlifter. Ennek még mindig, ezt még mindig nem adtam ki konzolra. Igen, az lesz Benjamin. Hát az a terv. Meg van egy Tátra is a gépemben, egy Tátra modell, ami Mothubra készül. Tátra 6-os, vagy EU6-os. Egyébként már túlléptük a 3.300.000-et is. Köszönöm mindenkinek. Úgyhogy ez ilyen. Majd mi? Ja, jó Isten. Oké. Majd valami lesz. Közben egyébként figyelmetekbe ajánlom feltörekvő modder kollégát. Ő tud, gyerek. Ő azt te tud. Igen, tervezem olyanra is. Természetesen. Az lesz a legegyszerűbb megcsinálni. Oh.
Ez kemény. Szóval ez teljes, igen. Multibib. Hát olyan van már, nem? Itt az Iveco. Tudom, mit akarsz. Nem tudom. Vannak hengerek, például azok gyomlálnak, ja? Gyomlálnak a hengerek? Nem is tudtam. Tessék. 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 Nézzétek meg. Másfél méteres erzéhez képest mennyivel jobb? Ez ugyanaz. Csak ez meg van csinálva. Kat-kat. PTO pak. Ennyi. Csináltak egy normális PTO pakkot. Szétadom. Régi gépekhez. Hú, de régen voltam fenn motóban, halljátok-e? Már így ilyen tüzetesebben. Néha föl szoktam nézni, mi van. Meg van-e valami. Ez függ az, hogy jó van, de az ugyanaz. Most már kb. Úgy már van kép, jó. Strav mi, az mi. De jó. Na, szóval ez ilyen urak. Ja, hogy mindent lehet kaszálni, de jó. Jó van. Akkor én részemről úgy gondolom, hogy lezártnak tekintem a témát. Várom a Norbert válaszát a dolgokra. Vagy hogy tervezze valaha változtatni a minőségén. Hát igen, ezt mondtam Dexter, hogy ugyanolyan. Csak jobban néz ki. Úgyhogy, ja, köszöntöm a figyelmet. Kérdés van, írjatok. Talán válaszolok. Nem, akkor köcsög leszek. Nem, válaszolok. Jó gyerek vagyok. Na, szevasztok.